Az Elveszett Világ Természetvédelmi Turista és Barlangász Egyesület elnöke Dénes Ildikó, illetve Böjte Ferenc és Demeter Zoltán alapítótagok visszaemlékező estet tartottak, az egyesület 2 évtizedes múltját ismertették. Sejhaj, nem bánom én, a síromon nem lesz kereszt, aki nem látta még a csendvilágát, úgysem érti ezt. Amikor elvállaltam rábeszélésre, egyből ez jutott egyébként eszembe, hogy egy olyan világra vigyáznak fel az Elveszett Világ Természetvédelmi Turista és Barlangász Egyesület tagjai, amit látogatóként nem lehet egyből megérteni. Több rendben, többször meg kell nézni, aprólékosan bejárni, kijönni, visszamenni. 20 éves az egyesület. Egy olyan munkát végeznek, amit most ugye a 21. században a pénz az úr, nincs az a pénz, amivel meg lehet fizetni. Ezt csak önkéntesen és természet szeretetből lehet csinálni, különben nincs értelme. 2000-től a Vargyaszoros bekerült az országos jelentőségű természetvédelmi területek közé, mint vegyes természetvédelmi terület 830 hektáron. A biológiai, geológiai, régészeti és tájvédelmi értékeknek köszönhetően 2004-től országos szinten első között kaptuk felügyeletbe a természetvédelmi területet. A Vargyaszoros azon kívül, hogy országos jelentőségű természetvédelmi terület, Natura 2000-es élőhelyvédelmi terület is 2010-től, és ugyanakkor része a 37 000 hektáros Homorodi Dombság madárvédelmi területnek. Tehát ez mutatja, hogy olyan értékek találhatók ott, hogy most már ilyen hármas szintű védettsége is van. Civil önkéntesek május és szeptember közötti időszakban minden hétvégén, míg az év többi részén időszakosan teljesítenek szolgálatot a területen, a felügyelet a belépti díjak begyűjtéséből, területen való járőrzésből, hulladékok összegyűjtésének és elszállításának megszervezéséből, túraösvények ki- és megjelöléséből, átkelőhelyek építéséből, karbantartásáról, ismertetőtáblák állításából, túravezetésből, kiadványok, szórólapok szerkesztéséből áll. A Dénes István több mint 35, közel 40 éven keresztül, én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy a Vargyaszorosnak az őrangyala volt, és különböző csapataimmal, barlangi medvékkel, Avenul barlangászkoppal, vagy a Sepsiszentgyörgyi Miotis barlangász csoport vezetőjeként is részese volt a szoros felügyeletének, illetve az országos szervezett barlangkutatásnak is országos szinten elismert szakember volt ő. István ő nagyon tevékeny és szerte ágazó területeken tevékenykedő ember volt, így régészetten is foglalkozott, és ilyen irányú tevékenységeiben is segítettük ott a például a múzeumban most ott az egyik szekrényben levő baltácskát, a szemünk előtt kaparta ki a járófelületből bronzkori baltácskát, és Rika Váránál is a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum régészei végeztek ásatást, természetesen István segítette, illetve lehet, hogy ők segítették Istvánt abban. És a szomorú volt itt ennél a történetvél, emlékszem, hogy a régészek azok kiássák a kutatóárkot, de ők úgy szokták hagyni. István meg miután lejárt a régészeti kutatás, akkor pont együtt voltunk akkor ezen a rikai történeten, amikor mentünk, ő is elkészítette a felmérését, külön rajzát róla, és visszatemettük a kutatóárkot azért, hogy az egykori rikavárnak a falai ne károsodjanak a víztől, hótól. És amár eljártunk, mindenhol összeszedtük a szemetet. A Vargyaszorosban, hát akkor hivatalos felügyelet nem volt, hát eléggé szemeteltek, tehát minden évben, tehát földnapján, víznapján, minden évet azzal kezdtünk, hogy
végigjártuk a szolost és összegyűjtöttük a szemetet. Tehát most örömmel mondhatjuk el 20 évvel később, hogy most egy tavaszi nagytakarításkor a két zsák szemét összegyűl, akkor az nagyon sok. Akkor 40-60 zsák szemeteket szedtünk össze egy akció alkalmával. És természetesen, amire eljártunk, borvízforrásokat, más természetvédelmi objektumokat is megtakarítottunk. Akkor még a jelen, most létező átkelőhelyek a Vargyaszorosban nem voltak, sokkal alacsonyabban a vízszintjéhez közelebb levő pallócskák voltak, amiket az év során kétszer-háromszor is, mikor nagyobb volt a vízállás, akkor rendszeresen elvitt a patak, ezeket folyamatosan javítgattuk, raktuk vissza helyére. Egy idő után István azt mondta, hogy most már elég abból az, hogy évente háromszor-négyszer újra kell építeni a kicsi pallókat, azt mondta, hogy most olyanokat fogunk építeni ettől arra felé, amelyeket a többet a víz nem viszel. 2002-ben volt a félszigeti átkelőhelynek az építése, 4 hétvégén keresztül hát elég keményen dolgoztunk, betonkeverő, generátor, minden fel volt hozva, akkor készült az a híd. Fennebb is új hídak készültek, ez a Lócsűr előtt. Majd azóta már kétszer-háromszor is újra kellett építeni. Eljártunk az Országos Szövetség rendezvényeire, 2010-ig tagja volt az Egyesületünk a Szövetségnek. Két nagyobb speosport, ez barlangász kongresszus, illetve a speoárt, az ilyen barlangi művészet találkozó, fotókiállítások, filmek bemutatására volt, került sor. És ezáltal úgy az ország legszebb karsztvidékeire is ellátogattunk, voltak, akik még többet voltak, mint én, és ott tudatosult bennünk, hogy tulajdonképpen István mennyire elismert. Ott például az alsó fotón egy Krisztián Lászkó, aki jelen pillanatban a Román National Geographic folyóiratnak a főszerkesztője, és a NASA-nak dolgozott, és a Molvillai Chemoszintézis élővilággal rendelkező barlangnak a kutatója volt, hogy mikor meglátták Istvánt, akkor milyen barátsággal, hogy örventek neki, hogy itták a szavait, amikor másért kongresszuson, ha felszólalt, akkor mindig csend lett, mikor István beszélt. Ezek felejthetetlen élmények voltak, és megadatott, hogy 2004-ben a 32. Országos Barlangász Kongresszust itt Baroton a mi egyesületünk szervezte meg. Itt 2-3 napon keresztül itt Baroton voltak rendezvények, és akkor elérkezett 2005. november 1-je, sajnos akkor 51 éves korában eltávozott közülünk, és akkor hát elég, hát az volt a legnagyobb válság az egyesületnek. Én akkor úgy éreztem, hogy nem is tudtam biztos, hogy lesz a folytatás, meg volt, nagyon lógott a levegő, vagy talán most minden összeomlott. És hát hál' Istennek Ildikót sikerült meggyőznünk, hogy elvállalja, és 11 éve Ildikó az egyesület elnöke, és én vagyok a titkára. Jelen pillanatban egy háromtagú vezetőtanács irányítja az egyesület munkáját. Itt hárman itt ülünk. Hát azokban a szép időkben hát több mint 30-35 regisztrált tagja volt az egyesületnek, aktív, akik rendszeresen jártak. Már 11 évvel későbben most már 5-6-an maradtunk azok, akik aktívan részt veszünk az egyesület tevékenységeiben. És az egyesületünknek van 7 tiszteletbeli tagja is, ők többnyire Istvánnak az egykori barlangásztársai, köztük Berszán László. Na és akkor ugye elkészült a látogatóközpontunk, hát ez egy nagyon hosszú folyamat volt. 2007-ben pályáztunk először, akkor nem sikerült, mert nem volt egy megvalósíthatósági tanulmányunk. 2008-ra elkészítettük. Utána szembesültünk avval, hogy ez még mind nem elég, hanem tervek, engedélyek, mindenféle papírt be kell szerezni. Úgyhogy 2008-tól egészen 2015-ig építettük ezt az épületet. Hát, ha még egyszer előről kellene kezdeni, nem várnék bele. Semmi pénzért, ez biztos. A tavaly volt egy kisebb pályázatunk a polgártársnál, és akkor
készítettünk egy ilyen ideiglenes kiállítást, az most is ott van, de viszont működni még azért nem működünk, mert nincs még a víz bevezetve, nincs még a szennyvíz kivezetve, tehát az épület készen van. Tehát úgy volt elképzelve, hogy majd közösen a Vargyasi Önkormányzattal megoldjuk a vízellátást is, mert azt, hogy mi önerőből azt megcsináljuk, tehát arra még egyelőre nem vagyunk képesek. Hogy a tavaly év szeptemberében elkészült aszfaltútnak köszönhetően nagyon megnőtt a látogatók és a turisták száma. Tehát ilyen szerűen zajlik a táborozás, és ezek itt tehát mind magánterületek, tehát a tulajdonosnak se jó, nekünk se jó ez a táborozási mód, úgyhogy nagyon sürgősen abban kell gondolkozzunk, hogy valahova máshova, tehát megvan a hely, hogy hova, mert van 2 hektár 88 ár, ahova már, amikor a látogatóközpontnak a területrendezési tervét készítettük, már akkor elkészült arra is egy ilyen zonális területrendezési terv, egy 400 férőhelyes sátortábornak a létesítésére, és ez egy ilyen maximum 2 csillagos sátortábor lenne, pont azért, hogy a lehető legkevesebb emberi beavatkozás történjen a területen. Ugye azt tudni kell, hogy ezek a sátortáborok is minősítve vannak, az egy csillagosnak megvan, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni, a 4 vagy az 5 csillagosnak megint más feltételeket. Mi azért döntöttünk emellett, hogy ne legyen nagy kiépítettség, mert azt nem szerettük volna eddig se, és nem szeretnénk ezután se. Egyre kevesebben vagyunk, egyre több munka van. Próbálunk helytállni. Az Egyesület más tevékenységei közül még megemlítek egy párat. Most már 10 évvel ezelőtt kezdtünk gyerektáborokat szervezni. Az első tábornak Marais Annacska voltak a szervezői. Most 5 éve a feleségemmel, illetve Édikóval együtt szervezzük. És ezt is egy idő után kitaláltuk azt, hogy a gyerekek azok elsősorban vargyasi és almási gyerekek, illetve az Egyesület tagjainak a gyerekei természetesen az utánpótlás nevelésről is próbálunk gondoskodni. Azért találtuk ki ezt, hogy a gyerekek ebből a két településből legyenek, hogy rajtuk keresztül tudjunk a szülőkön, nagyszülőkön keresztül hatni a közösségekre, hogy tudatosodjon bennük, hogy ez egy milyen nagy értékes, hogy milyen fontos, hogy vigyázzunk rá. A túrasorozatról arról már többször is beszéltem eddig, 2010 márciusában kezdtünk neki. Ez tulajdonképpen nem egyértelműen, vagy az Elveszett Világ Egyesület indította el, ez egy civil kezdeményezés, de az elindítók között ketten is Böjte Ferenccel az Egyesület tagjai vagyunk, így magunkénak is tartjuk, nem az Egyesület neve alatt fut, de ha nem lett volna az Egyesület, akkor ez a kirándulás sorozat sem lenne, ez egyértelmű. Azóta, tehát most szombaton a 81. kirándulásunkra kerül sor, honlapot is működtetünk, ezzel is próbálunk tudatosítani az emberekben, hogy a környezetünkben mennyi érték és mennyi szépség van. Honlapot Ferenc barátom szerkeszti. A cél, amiért létrehoztuk az Egyesületet, az megvalósult. Tehát természetvédelem, barlangászat, turizmus, természetvédelmi szempontból, a Vargyas szorost sokan mondják, akik eljönnek a szorosba, hogy máshol jártak, máshol mindenhol szemetes a hely, itt meg tehát az egyesületi munkáknak köszönhetően tisztaság van. Az erdővidéki turizmust segítettük, ugye pallókat építettünk, másképp a barlangig, a nagy barlangig nem lehetne felmenni ezek nélkül, az átkelők nélkül. A barlangászat része az Egyesületnek az ugye István halál után abban maradt, javarészt azt lehet mondani.
de remélem, én remélem, hogy lesz még folytatása, hiszen István ugye a 70-es években kezdte a barlangászatot. Éppen nemrég olvastam újra a könyvébe, hogy több mint 60 barlangot fedeztek fel, és térképeztek fel a Varjas-szorosba. Reméljük, hogy lesz folytatása, és aztán várjuk a következő 20 évet, nem tudom, hogy milyen lesz. Ugye most teljesen mások a feltételek, új út van, Varjas-szorosba aszfaltút, megépült a látogatóközpont. Ildi tudja csak, hogy hány levelet kell küldjön ezért Bukarestbe, mennyi vesződés volt ezzel az épülettel. Egy átalakulóban van ez az egész történet. Most már nagyon ott vagyunk a küszöbben, hogy egy kicsit profitban kell majd hozzáállni a történethez, tehát már önkéntes munkával nem lehet ezt elvégezni. Idén áprilistől az Egyesületnek megvan az első fizetett alkalmazottja, Pál Miklós, kintünk közöttünk, és én szerintem el fog jönni az egy idő a látogatók mennyiségéből következtetve, amikor 2-3 fizetett alkalmazottra is szükség lesz ahhoz, hogy el lehessen végezni a munkát. Hát én köszönöm a 20 évet minden alatt, tehát az Egyesület minden tagjának. Azt hiszem, hogy köszönetünket fejezhetjük ki mindenkinek, aki részt vett a munkába, aki feláldozta a szabad a hétvégéit, önkéntes munkát, munkára fordította, és bízunk a hasonló szép folytatásban.